Azt döbbenten tapasztaltam, hogy ami a gimnáziumi vagy szakközép középiskolai évek alatt egy-egy szóló, ami egy hangnembe megy, és van emlékkönyv, amiben be lehet írni, és azt nőnemű lények hozzák volna. Ebben ellentétben a jazzben az első ütem után egy másik hang nem jött. Tehát ez így lelassított. Tehát ugye egy pentatonnal vagy egy modális skálával nem nagyon lehet végig játszani egy áriessel. Az összes jelentkezőt mondta, hogy cselló, meg hegedű, meg zongora, meg mit tudom, és akkor én mondtam, hogy gitározni akarok, és ez nevetéssel vigyazták 1974. Csomán, ez egy vicces dolog volt. Valaki gitározni akar, és akkor... Már újra vicces. Az nincs. Tessék, látod? Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Chance legújabb adása. Ugye ez a műsor arról szól, hogy két teljesen különböző műfajból jövő gitárost eresztek össze, és én ezt korábbi adásaimban el szerettem volna mondani, hogy ez azért részben igaz csak, mert ugye most Mohai Tamás, Mohai Tomi lesz a Fusion képviselője, illetve Légrádi Péter a Country képviselője, de azért mindkét művész tud másik zenei műfajban is játszani, tehát nem arról van szó, hogy ők, illetve az eddigi adásokban sem arról volt szó, hogy a művészek csak azt a műfajt játszák. Na szóval, és hát most meg ebben az esetben, meg aztán ópláne igaz ez. Szóval ebben az adásban a countryról és a countryról és a fusionről lesz szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni. És hát először fordult elő, nem mint hogyha olyan baromi rég múltra tekintene vissza ez a műsor, hogy a két vendég ismeri egymást, és hát megörültetek egymásnak. Ez így igaz. Igen, én ennek kifejezetten örülök, ennek is el kellett jönni egyszer. Szóval baromira izgulok, baromira kíváncsi vagyok a végén a játszásra, meg hát az egész előtte lévő részre is. Köszi szépen srácok, hogyha megnézitek, köszi szépen, hogyha feliratkoztok, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornát, akár itt a Super Like gombbal, vagy a Patreon oldalamon. Tetszikeljetek meg, mit tudom én, kezdjünk is bele. Tessék, őrület! Na hát én tudom, hogy ti már akkor így ismeritek egymást, de azért mégis, ha másnak nem, a nézőknek, meg nekem is mutatkozzatok be, hogy kerültetek a gitár közelébe, hogy indult az egész, és hogy jutottatok el idáig? Ki kezdi? Tomi. Oké. Okay. Én vagyok akkor... Hát nem tudom, ezt nem tudom, hogy te szerintem, nem tudom, fogom. Én sem tudom egyébként. Én 65. Tess vagyok. Én 67-es, tessék. Na, akkor kettővel győztél. Sziasztok, Mohai Tamás vagyok, Magyarországon gitározom 45 éve már, tudom, hogy 20-at letagadhatok, de... És hát játszom, igen, fusion zenét is játszottam, de hát country zenét is játszottam, mert 94-ben, amikor a középső gyermekem született, és egy jazzklubban játszottam tavasszal Veszprémbe, akkor rendszeresen, és akkor a búcsúzásnál a főnök, a Boris Andris kérdezte, hogy nem tudok-e nyáron egy country duót, mert nekik a helyükön, vagy a helyén, a Bitburgerbe, Füreden, ott játszik egy duó, de már nem jönnek idén. És hát belenéztem a naptáramban, és láttam, hogy... Tudsz. Hogy három Hervad Bulin van a három hónapra. És akkor tudtam, felhívtam Kisteleki Győzőt és Kremliszki Gézát, székesfehérvári zenész kollégákat, mert duó nem. A Kisteleki jól énekelt angolul, a Géza pedig az összes hangszert megszólaltatta, amiről a közönségnek a kalappal és a farmer mellény és a Veszko csizmával valami fajta country. Én pedig lábcsörgöztem, és akusztikusan az Ovationen nyomtam, és meg szólozgattam is, és harmadik vokát énekeltem, harmadik szólamot énekeltem időnként. Oké. Okay. Úgyhogy ez a te műfajodban a de még nem itt tartunk, ezt majd, hanem hogy eleve hogy indult neked a gitározás, hogy kerültél a gitár közelbe, mikor kezdtél gitározni, mind az elejétől. 78-ban kezdtem tanulni gitáron, 77 karácsonyára kaptam egy Cremona gitárt 600 forintért, félbevágott ásónyél nyakkal, zörgött az F-dur még évekkel később is. És a léc is, mert ez nem egy könnyű hangszer, legalábbis az elején nekem kevés flow élményem volt.
Miért szerettél volna a gitárt? Zenélni akartam, volt egy monofonikus szintetizátorom, ami úgy szólt, mint egy kávéfőző és egy hajszárító összemidízve, és azon próbáltam a Rámája című számot eljátszani. Több-kevesebb sikerrel. Zenélni akartam. Akkor saját indítatás volt, nem végül az, is, hogy... Végül is bármilyen a hangszer, ami valahogy kölcsönbe került, vagy pötyögtem, zongorázgattam, szintetizátor félék, vagy ilyen harmónium, ilyen házi, olyan alapzaja volt annak is, mint hogyha... 13 éves volt ekkor. Igen, akkor 13 éves koromban kezdtem el a 2 hónap klasszikus gitározásot, a Sámli meg a... Sámli, illetve az Overdrive hiánya, az Sámli léte és az Overdrive hiánya az meg leszűkítette az időt. És aztán ősszel kerültem egy magántanárhoz, aki ugyan hegedűs volt, de gitárt is tanított, és ami a lényeg, hogy elméletet belém súlykolta, illetve hát nem nagyon kellett, mert én egyszerűen megvilágosodtam, tehát amikor ezt valaki értelmesen elmagyarázta, akkor rájöttem, hogy ez bajó. Igen. És akkor bementem az énekterembe 8-ba, és ismerősek voltak azok az ábrák, amik kint voltak, amiket az előző hét évben főleg joghurttal és egyéb kenszerficével büntettem, illetve mindig röhögtem a céseken, mert azok énektagozatosok voltak, mi meg német, magyar tagozatosok voltunk, és hát aztán bejött helyettesíteni egy tanár, és föltett egy kérdést 8-ban, hogy hány előjegyzés van D-durban, és jelentkeztem, nagy röhögés, mert újabb sorra számított mindenki, és akkor bemondtam a 3B-t. Bemondtam a 2 keresztet, és akkor mi történt? Mondom, hát jár. Ja, akkor gyereki, többiek hógolyóztak, meg nem tudom én, mi meg 45 percig álltunk a táblánál, és végig vette velem a helyettesítő tanára, amit tanultam, ami végül is a zeneelmélet alapjai, szokásos, megtanultam Kottát olvasni, már hogy írni, olvasni, hát blatolni nem tudok a mai napig, mert mindig is megtanultam inkább a mindent. Igen, tehát igen. Ez lehetett egy Fusion kollégám, Krix Kraxa, de az, hogy azt elfújja Kottát a szél a buli közben, vagy nem tudom én. Nem tudom nézni a zenésztársakat, vagy a csajokat, vagy a büfé felé ráutaló jellegű. Na, szóval, hogy... De hát írtam sokot, tehát meg tanítok évtizedek óta ott is, tehát beszélem a nyelvet. És akkor megvolt ez az élmény 8-ban, és utána, hogy folytatódott egyből zenekar? Hát kényszerítettem, igen, hogy válaszol a hangszert, ő a dobot választotta. Ami vödörökre feszített skálászatyor és egyéb nyalánkságokból állt, illetve megtaláltunk egy családi jó barátja, szüleim jó barátja volt a Tárnak Gyusz és az ő fia, az Ákos, akik egyébként a Los Andinos együttes vezetője a mai napig. Ővel csináltuk az Ergo Sprint nevű triót, illetve nem volt ez trió, csak 3-an voltunk, azt hiszem. Ja, még az elején 4, mindegy. És akkor ment ez az Ergo sprintezés. A sprint már nem működött, a Komár Laci bandája, Postakocsi című dal előadói. Viszont megalakult az Ergo 83-ba, ami hát radikális jelzés volt arra, hogy nevet kell változtatni, és akkor így lettünk faxni, és akkor innentől már ismeritek. És aztán jött minden. Hát itt ajánlom a Kortalan című könyvemet, amit a lányom írt, ami abszolút. 24 órát beszéltem arról, hogy mi történt, és ebből csinált egy 180 oldalt, ami erről szól. Oké, ez indulástak szerintem. Ha nem tudtad volna ezeket, igen, akkor... nem tudtam. Honnan is tudtam volna. Nagyon. Nem, ez érdekes egyébként, mert ahogy belenéztem itt a korábbi hasonló műsorokba, és ez tök érdekes, hogy ilyen generációs, meg hogy kit milyen élmények, meg milyen ügyek érnek, hogy gitár, és akkor... Hát ugye én is nagyon szerettem volna gitározni. Az apukám, ugye nekem nagyon idős volt az apukám, én késői gyerek vagyok, és az apukám, ilyen polgári család voltunk, és az apukám, volt mandolin banjo. Yeah. Steinberg
Királyi udvari hangszergyárától készített, nagyon kiváló mandolin banjo, azon néha pöngetett némi unszolásokra ilyen bécsi kocsis nótát, meg egyéb ilyen jódli-szerű ügyeket. Én is, hát ugye én gyerekként azt, ugye én nekem, ami másnak a, nem tudom én, a Rolling Stones, meg a Beatles, meg az egyébek, ugye az apukám, amikor én nagyon kicsi gyerek voltam, Szanyban laktunk, és ott volt az apukám állatorvos Szanyban, és hát amit a tévébe lehet, már volt tévénk, az a tenkes kapitánya, meg minden, és hát ugye az Oránt is láttam, hogy ott a bácsi hosszú haja van, gitározik, és akkor én is fogtam azt a mandolin, ezért, hogy beálltam így a rádió üveg elé, és hogy a banjo-t azt nem raktam be, mert csak a feje, hogy annak a feje volt, és hát én ugye elhagyja a gitár, és a zeneiskolásznál beköltöztünk Csornára, és akkor Csornán a zeneiskolában 7 évesen én jelentkeztem, ott valami dudorászni kellett, meglepő módon felvettek, mert az mai napig nem az erősséget, de úgy látszik kevés gyerek volt, és akkor mondták, mindenki nagy özével az összes jelentkező ott mondta, hogy ő cselló, meg hegedű, meg zongora, meg mit tudom én, és akkor én mondtam, hogy én gitározni akarok, és ez nevetéssel díjazták 1974 Csornán, ez egy vicces dolog volt, hogy valaki gitározni akar, és akkor... Már újra vicces. Az nincs, tessék, látod? És akkor mondták, hogy hát a gitár az nincsen, de klarinét van. Úgyhogy... Csere hangszerem. Lettem klarinétos, én ilyen jogkövető gyerek voltam, és akkor persze azzal megnyugodtam, és így ugye diszkontáltuk a problémát, hogy az elején úgyis furujázni kell. Tehát az elején zenei előképző, szolfés, és furuja, mit tudom, neki furujázott, és amikor már elég nagyra nőttem, a klarinét az akkor... Ugye mondták, hogy lehet klarinétozni, és az mégis egy olyan komoly dolog volt ez a klarinét. Egészen így kezdtem bele ásni magam, de azért olyan nagyon túlzásba a gyakorlást nem vittem, és ugye a klarinéttal az a kényelmetlenség van, hogy ezek ilyen cseh klarinétok voltak, de hát ugye az éjben fából voltak ezek, ahogy illik, és Falvai tanár úr így szétszette, és így belenézett, és akkor így látta, hogy nem igen gyakoroltam, mert hogy a meleg levegőt bele kellett volna fújni. Na és aztán lényeg az, hogy amikor hogy az apám mondta, hogy ha megnövök elég nagyra, hogy elérem a gitárt, meg tanuljak meg kottát olvasni, meg ilyen apróságok, és akkor, mert én összörögtem, mert Csornán nem volt gitártanár, ugye én nagyon nyomtam ezt a gitárügyet, és amikor hatodikos voltam, akkor találtak elég nagynak, és ugyanez nekem egy bolgár, ugyancsak nekem 650 forint érvették Csornai áfészáruházban. Most is megvan. Igen, mert ennyi volt az infláció. Igen. Annak is ugyanolyan ásonyél nyaka volt, és én is elkezdtem súlyosan, és akkor a tesóm, aki már egyetemista volt, mert Csornán még a könyvesboltban se lehetett venni ilyen dolgokat. De bocsánat, akkor neked a Zorán meglátása volt az hát első, ami a gitár zene, meg a, igen, aha. Így van, meg a Táncdal Fesztivál, tehát persze szólt a zene, és hát ugye minden akkor is. Néha magam is megdöbbenek, hogy ugye mivel hogy kevés volt a nóta, régi nótákat is játszották. Tehát amikre én visszaemlékszem gyerekkoromból, én most jövök rá, hogy azok bőven azelőtt írták a harangozó terének, hogy én még születtem, de azt még 70-valányban is játszott a rádió, úgy mentek a nóták. És most is. És most is. Ha még egyáltalán van rádió, igen. De mondjuk ezt inkább hagyjuk, vagy nem is tudom. Na és lényeg az, hogy ugye kikönyörögtem a gitárt, mikor a hatodikos voltam, karácsonyra kaptam gitárt, és akkor elkezdtem súlyosan gitározni, megkaptam hozzá Berki Géza gitárakordok a tánczenekarban kezdők számára című. Ez volt a gitárakordok a tánczenekarban kezdők számára? Bizonyán, Berki Géza, nagyjából nagyon kiváló könyv. Figyelj, alapmű, és akkor abból ugye elkezdtem, hogy akkor fú, C-dur, meg mit tudom, és a tesóm hozott Óváron az egyetemi város ott mégis, oda járt a tesóm, és akkor óvári könyvesboltból hozott nekem ilyen könnyűzenei koktél. És akkor abból és akkor ugye óriási szerencsénk volt, mert ugye a következő ilyen nagy indítatás, a Pulzus című műsor, ahol megláttam mostani kedves kollégáimat, a 100 fok Celsiust, hogy ilyen furcsa hangszereken ott aljá, amit említette, hogy a Géza is minden ilyen cuccon tudott játszani, én is ott így néztem, hogy akkor mandolin, meg banjo, meg minden van. És ugye hát ezek, mivel mi tudjuk, a country egy vagy annál kevesebb akkordból áll, ez nem viszonylag könnyen megtanulható 100 fok bojtorján dalok, meg egyemek, úgyhogy hát azért... ezeken aztán el is. Ugye van nekem egy kedves cimborám és harcostársam, a Libisat is, akivel
már óvodás korunk óta együtt terveztük, hogy zenélünk, és akkor ő is kapott, januárban ő is kapott gitárt, és akkor ketten már elkezdtünk nagyon satírozni mindenféle dalokat, és akkor így kottákból, meg egymástól, meg ott még az iskolába, még voltak páran ilyen gitárosok, meg akadt dobos, meg minden, úgyhogy így viszonylag hamar elkezdtük ezt a bandázást. Aztán később, hogy fokozzam a helyzet, én bekerültem a Csornai gimnáziumban, működött csupa lányokból egy nagyon jó kis ilyen vers megzenésítős, ilyen enyhén politikai dalos ilyen akusztikus zenekar, és azt a művelődési központ hirdette, hogy tanfolyamok, klubok, és akkor jelentkeztem oda. Én voltam az egyetlen jelentkező, és akkor nagyon helyesek voltak ezek a hölgyek, és egy lányok fölvettek engem is, hogy egy fiú is legyen. És akkor így kerültem én mindig el Székesfehérvárra, az FDT-re, fiatal dalosok találkozója. Rendszeres részvevője voltam, mint közönség, aztán aztán ott játszottatok a Faxnál, mint zsűritag, Bogáékra, nagyon fontos fesztivál volt. FDT. Fiatal dalos találkozó, egy háromnapos, minden évben megrendezésre kerülő őrület, amiben jöttek az országból, oda jöttek. Ezért tehetségkutató, meg ilyen zsembori. Verseny, este meg a menők játszottak, akik már korábbi években bizonyítottak, hogy befutottak. És ugye ott nyomta Vazoli, Olga Turnovszki, Dínyes Józsi, Dévényi Ádám. Dévényi Ádám, istenem. Itt a Gutenberg téren, nem szabad elmondani, hogy hol lakt. Szerintem már mindenki gondolja. Itt eszembe jutott mert amikor először feljöttem Pesten 83-ban, amikor felegyenesedtem a rajzasztal mellől 3 hónap után, és műszaki rajz. Hoppá! És akkor úgy döntöttem, hogy zenével kell teljes merszerességgel foglalkozni. Akkor ide is bejöttem a Vasas Műfázba, a Moldovány Gyuszkóhoz. Majdnem fölhívtam, csak aztán láttam, hogy jössz, és mondom, nem kések el. És aztán, ahogy szedelőzködtem, akkor még beugrott az Ádám, mert voltam itt 2007-ben a stúdióban a lemezén gitározni. Kinek is van itt a stúdiója? Nem tudom. Én nem tudom. Vidéki vagyok. Fogalmam is. Pedig ő is ebbe a körbe. Mindegy. Bocsánat, és igen, és senkinek nem akarom belé folytani a szót, de neked akkor, tehát onnantól tudunk-e menni, hogy volt a Faxnél, ez már mondom 80-as évek, vagy... Hát 83. 83. Nem. Hogy akkor ott, csak hogy tereljük egy picit így a Fusion, meg az ezzel kapcsolódó zenei világra, hogy az hogy jött neked? Nekem az... úgy jött, hogy amikor még buszsofőr akartam lenni, csak simán, vagy darukezelő, torony darukezelő, az baromira tetszett, magasról nézed a izét, arrébb. Akkor nekem a country zene, a ez kurvára tetszett a rádióból, tehát én nem tudtam, hogy itt milyen felekezetek vannak, mert mindenki szarra dobálja a másikat, meg azt nem, meg amit mondtál, ez az egyakkordos, fordítva meg az van, tudod, hogy jazz, hát össze-vissza játszanak meg. Na, persze, és abszolút. Szóval nekem tetszett a jazz is, és a FDT mellett Székesfehérváron akkor még Velinszky László ifjúsági és úttörőház, később szabadművelődés háza, most meg már nem tudom, mert most újabb váltás történt, és akkor már mi már ott ki vagyunk tiltva, mindegy. Volt a dunántúli jazz találkozó, illetve az a Inter Jazz Fesztivál, amire szintén így az ember elment, meg ott átotta a száját, meg nézegette, hogy mi van. És a Műfázban működött a Mákus Józsinak egy jazzklubja, egy vibrafonos fickó, aki sokunkat kibakarta a semmiből. Én is bekerültem az együttesébe, és meg hát akkoriban azért a komcsi alatt, tehát nem voltak ilyen jó kis szakközépiskolákkal, művészeti iskolákkal lehetett bújkálni, tehát én egy építőipari érettségi után mentem a konziba felvételizni, hát nem a katonaság megúszása miatt, csak egyáltalán, hogy arra a pályára lépjek rá, mert még utána is sorozáson még el akartak vinni lentibe ilyen brigádvezetőnek, vagy miért, mert hogy építőipar is. De az nekem már úgy a középiskolában, főleg az érettségi miatt, mondjuk műszaki rajzolni, meg tervezgetni, hogy nem voltam annyira kutya, de meg érdekelt is, de azt én tudtam, hogy igazából jazzkonzi lesz ebből. És amikor bekerültem a Józsi zenekarába, és ott elkezdtünk standardeket játszani, akkor úgy belejöttem ezekbe a
harmonizálás, meg egyáltalán megismerni, hogy mi újság. Azt döbbenten tapasztaltam, hogy ami a gimnáziumi vagy középiskolai évek alatt egy-egy szóló, ami egy hangnembe megy, és van emlékkönyv, amiben be lehet írni, és azt nőnemű lények hozzák oda. Ebben ellentétben a jazzben az első ütem után egy másik hangnemű. Tehát ez így lelassított. Tehát hogy egy pentatonnal vagy egy modális skálával nem nagyon lehet végig játszani egy áriás sem, mert valahol... Még lehet csak kérdések. Hogy nem az igazi. És akkor így nekem ez párhuzamosan ment. Aha. Tehát mindig volt jazzzenekarom, mindig volt rockzenekarom, mindig volt jazz-rockzenekarom, és ebbe a témakörbe, tehát nagyon szerettem az Angus Youngot is, de nagyon szerettem a King Crimsont is, vagy nagyon szerettem a Johnny Cash-t, de nagyon szerettem a Tommy Bolint, például a Billy Cobham lemezekről, vagy a John McLaughlin, Paco de Lucia, Aldi Meola trió. Tehát őrült zenehallgatás ment. Eleve a szüleim is hallgattak zenét, sokféle zenét hallgattak. Progresszív rockot is tőlük ismerek, egy Creamet, vagy egy Deep Purple-t, vagy egy Led Zeppelin-t. Tehát volt csörpi-csörpi is, de szallag kazetta, tudod, és akkor... Ráadásul az nagy volt, hogy apám mikor lelépett, hát az nem volt annyira nagy, de így legalább zenész lehettem, mert ő nem olyan akarta ez. És ott maradt a Magno, ami kazettás szalagos volt, és akkor fölvettem kazettára a kíséretet, és átmásoltam, és hozzájátszottam. Igaz, hogy a negyedik másolásnál már nem volt semmi. Mindegy, de ennek a megtapasztalása 13-14 éves korban döntött, tehát eldölt. Eldőlt, hogy én ebből szeretnék foglalkozni, és az idő szép lassan bebizonyított, hogy talán van ez valami közön, vagy de jó, hogy nem magas építő lettem, vagy dalukkezelő. Annyiban a két műfaj is, mert erről beszélgetünk később, hasonlít egymásra, hogy azért Magyarországon nem a legpiedesztára emeltebb műfajok ez a country meg a fusion, tehát nem ezzel találkozik így hétköznaponta egy átlag ember, hogyha bekapcsolja a rádiót. És hogy neked a country az talán, nem tudom, mivel én is kevesebbet találkozok vele, mint mondjuk a fusion zenével, amit én is szívesen hallgatok, hogy miért? Hogy? Hát őszinte egyek, nehéz erre még magamnak is válaszolni, valahogy mindig ez tetszett nekem fura módon. Tehát amikor ugye itt a nagy úttörő mozgalom, amikorunkban ugye kellett énekórán tanultunk ilyen dalokat. És hát ugye szokás itt sok mindennel ezt a szocialista rendszert simfelni, hát az egyik, amivel lehet, hogy még dalokat is úgy vettek át az USA-ból. Tehát úgy képzeld el, hogy az előbb, amit játszottam, a Red River Valley című dalra gyönyörű csasztuskát írtak, hogy ilyen jó úttörős szöveg, meg mit tudom. De a dolog, az indulás, az dráma volt, az szerencsé, akkor még nem éltünk, de arról hallottam, hogy az 50-es években. A 50-es években nagyon durva volt. Tehát kiment valaki az OSK-tól, és a swingelt a zenekar, akkor engedélybevonás, de, mert az a rohadt Amerikában van. És örülök, hogy nagyon, ez nagyon komoly idézőjelbe tenném hozzá, hogy ez most is kezd visszatérni. Mondjuk nekem már van ebben rutinom, tehát de hogy a 80-as években... Most már úgy konferálok, bocsáss meg, szabad ne feled, hogy úgy konferálok, egy bocsánatot kérünk, hogy ebben a feszült bel- és külpolitikai helyzetben angolszász amerikai zenei hagyományokat angol zenét fogtok hallani, majd a szünet után a Putyintól is játszunk valamit. Az meg be kell hoznom a Kalasnyikovot a kocsiból. Bocsánat. Hát mert a rock politizál, illetve a dal politizál. Tehát mi olyan ízőben, nem akarom a szádba adni, csak te ja, de az előbb. Persze, ugyanarról beszélünk. Egy ilyen FDT, vagy amiket kint hallgattunk, és ha lefordítottad a szövegeket, ott láttad, hogy itt jó reggelt kívánok. Tehát bizony, komoly kritika folyik. Egyébként itthon is azért említsük meg, hogy mindig voltak illésszámok, vagy fonográfszámok, amiket nem játszott a rádió, az Atya Úristennek se, vagy Lokomotív GT, vagy Piramis, vagy nem tudom, tehát mindig volt, ami nem fér bele a szocialista erkölcs rendészet
előírásainak nem volt megfelelő, de az, az is érdekes volt, hogy, hogy marha sok minden volt, annak ellenére nem volt semmi. Na ezt, ezt akartam pont szóval az előbb kérdeni, hogy jutottatok hozzá ezekhez a zenékhez? Ami, mert hogy én, hát a, én még éppen éltem a 80-as években, és már nem emlékszem rá, de hogy, de hogy én, nekem ami emlékem van, az abszolút nem arról szól, hogy vagy country, vagy fusion, vagy külföldi, vagy nem tudom milyen muzsikákat hallhatok. Hát ment ugye a fonográf, meg a Bojtorján, Százfolk, tehát ezek azért jöttek a rádióból, tévéből, tehát ez volt nyilván az első. És hát most ezen próbálom visszapörgetni, hogy Atis kollégámmal, ott a Csornán ugye ráhangolódtunk, az Ödrei. Yeah! Jó kis oktató, szocialista nevelő munkát, a beszivárgó külföldi, osztrák tévék ugye hát valamivel gyengítették. És ezzel az Ödreit tudtuk hallgatni, és az Atis komán kiszúrta, hogy vasárnaponként, ha jól emlékszem, délután van az Ödreinek volt egy műsora, Autorádió. És abban country zenét adtak mindig. Olyan. És nagyon jókat ráadásul, mert aztán később meglepő módon, és most a Facebookon mertem megkérdezni a fickót, mert ugye mindig elmondták, hogy Susanne Menschetzung bei Hans Neubauer und Helmut Mitterheger. És hát én tudok németül, de ezt értettem, hogy Helmut Mitterheger. És akkor ugye amikor jött ez a nagy, menjünk Mária segítség Strassére vásárolni ezért hűtőládát, meg nem tudom mit, akkor mi banjót vásároltunk a Mária segítség Strassé, még a rokonokat is elvidve, és a vámkedvezményt ugye ilyenkor kihasználva. És akkor megvettük a Mária segítség Strassén a banjót, és a fickó, aki ott volt a pult mögött, átadott egy névjegyet, hogy őt úgy hívják, hogy Helmut Mitterheger. És ő volt. Abszolút. És az osztrák bluegrass és country muzsikusok egyik legkiválóbbja. Ez a fickó, elképesztően gitár, mandolin, minden ügyeken, ez egy csoda, csoda jó fej volt velünk. Österreich, Dry, és a Rundfunk, nem tudom, én is hallgattam a slágerlistát, tehát onnan ismertem a Tottótól a Rosénát például, vagy az Afrikát, vagy a Triótól a Dada szűszámot, tehát amik vagy a Nájunáncsik címbalom, vagy tehát ezek Fehérvár videótonváros volt, és ott be volt kötve már a kábel, már 84-ben. Voltunk az elsők, akik fogtuk az MTV-t, meg a Super Channel, Sky Channel-t egy fél évvel korábban, és akkor ilyen interjúba toltam, hogy hát miért nem kötöző főpest, nem lehet fogni az MTV gyerekeket. Úgyhogy hogy, igen, és néztük, tehát tudtunk hallgatni ott a Dunántúlon, nem zavarták már akkor, amikor én a 80-as években vele kapcsolódtam, tök jó minőségbe. És az egy olyan jó érzés volt, meg akkor már jöttek át az újságok, ja, meg hát kérdezed a zenéket, tehát a zene az csomagtartókba felhevült bakelitok érkeztek az országban, néha belepett, megolvadt, akkor csak az első három számot lehetett lejátszani, de hát őrület volt, érted? Szóval eljutott minden ide, pont azért, mert nem lehetett, ezért lett, tehát evidens. Meg hát Jugoszlávia, tehát ne felejtjük el, hogy ott ugye a jugoszláv nyomású nyugati lemezek. Lehetett kapni Csornán, jugoszláv nyomású, Johnny Cash lemez. Mindent. Tehát voltak ilyen üzletkötők, szakosodtak erre, és fölvették a listát a városba, és akkor Keith Jarrett, Kearney koncert, Miles Davis, nem tudom én, Kind of Blue, vagy az új Genesis, vagy az új Sting, vagy nem tudom én, tehát ezek bekerültek. Meg hát mi elkezdtünk már, az 80-as években járkáltunk, tehát voltunk Nyugat-Németországban, a Videoton Big Band-del, ott már bevásároltunk répagatyát és új Sting lemezt, meg nem tudom. Okay. És a hangszeremet én is Ausztriában vettem 83-ban egyébként, Wiener Neustadtban az Ibanez Artistot. Oh, 8600 shillingre volt leárazva 9007-ről. Hoppá! És az volt az első gitár, amit megláttam. Az és utána bementünk is Bécsbe, még megnéztük, kipróbáltunk mindent, és mondtam a muternak, hogy az lesz az. Még visszakapcsolódva itt a Fusion részhez, bocsánat, mindjárt country, és ugyanez lesz a kíváncsiságom, hogy hogyha tanácsot kellene adni, akár itt a Petinek, vagy nekem, vagy bárkinek, aki nézi, hogy legyen az emberből jó Fusion gitáros. Tudom, hogy ez nagyon nem létező kérdés, de mégis az, hogy mitől lesz valaki jó fusion gitáros? Hogyha ezt így meg tudnád válaszolni, Tomi, az isteni lenne, engem például nagyon érdekel. Engem is. De már gondolkodj a country. A szóban benne van, tehát egy fúzió.
Tehát ugye régen jazz rocknak vagy rock jazznek hívták, vagy funky rocknak, vagy funky jazznek, most mindegy. Amúgy is, tehát szerintem egy fusion zenében régen is több minden volt. Tehát eleve egy olvasztó, mint a zuhara leves, tudod, amit otthon, amit találsz. Tehát van benne rock, van benne, mert monumentálisabb, vannak effektek, meg szintetizátor, meg overdrive gitár, meg odavág a dobos, tehát nem annyira, nem úgy swingel, tehát rockosabb. De a zeneelméleti része, ami szól, a harmóniák, az egész, az meg jazz, tehát az a jazz kell szerintem. Vagy hát nem tudom, én a szakdolgozatomat is 39 éves koromban még öregen elvégeztem, a konziból lett főiskolát, és akkor le kellett adnom, és akkor már volt 20 éves gyakorlatom, és végül is ebből írtam, és így tanítok a mai napig, hogy bluesból a jazzbe. Aha. Tehát, amit átéltem, hogy egy hangnembe már megy a buli, már ott vannak a szemközti házból kukolnak a csajok, meg nem tudom én. És akkor bejön az, hogy két egy szólon belül két hangnembe kell játszani, vagy többe. Tehát ez a menet. Tehát az kell, és ehhez először egy hangnembe kell játszani, tök jól, lehetőleg bejárva a hangszert, és utána megbarátkozni abban a gondolattal, hogy eddig tartott az, ami régen még nem tudom, 3 percig tartott, és most jön egy másik hangnem. A fordítva ez működhet szerinted, hogy valaki előbb jazz, és utána áll rá, és rálép a torzító pedálra? Hogy az... Történt ilyen. Végül is... Bár... Hát igen. De akik fusion gitárosként vannak nyilván tartva, azok általában elvégeztek egy Berklee School-t, hogy nem tudom én, tehát hogy jazz is játszanak. Tehát a Scofieldot imádom a 70-es években, ahogy játszik a Jerry Mulligannel és a trombitás Chet Baker. És akkor van egy lemez, egy koncertlemez, és ott valaki gitározik. Mindig kiszúrtam, hogy ki gitározik. De a 80-as években szívtam föl az amerikai zenét, és akkor ugye a Scofield már a Davisnél volt, meg és akkor egyszer néztem a kazettát, talán pont a Márkus Józsi vagy a Nestor Iván írták föl, hogy kik játszanak, a kazettában be volt tűzve egy ilyen A4-es, tudod ki, milyen, hol ült, mit csinál. És akkor láttam, hogy a Scofield gitározik, még valószínűleg Berklee is, vagy épp végzett, és hát egy standard műsort játszik. Aztán utána meg 5 éve később ott van a Davisnél, és Decoy, és minden. A legegyszerűbb skála egy félegés skála. Az a baj, hogy még miért rájössz, már egy másikban van, és meg visszajön egy harmadikban, és körül csak egy harmónia van. Szóval szerintem, meg hát szerintem blues mindenben van. Tehát rock a előadás, vagy szóval teátrálisabb a dolog. Jazz a... Hát most megint csak magamat tudom idézni, már elnézést kérek, egy pont a Peta volt barátné a felesége, csinált velem egy interjút. A Paciga Linda? A Linda. És akkor ez volt a kiemelés, hogy ritmikailag funky, hozzáállásban jazz, életmódban blues, politikailag rock. Zenésznek tartom magam, és aztán később ilyen önéletrajz féleségekben ez volt a benyitó. Szóval több dologból áll ez össze. Hát egyébként a ritmika is életveszély a fusion zenénél, tehát az meg a rocknál bonyolultabb. És sokszor jazz szintű bonyolultságú témák vannak. De ha nincs is a téma annyira eltúlozva, a rázás az improvizációba,
ott hallod, hogy az illető az egy oldalon a pontra ez a mondani van. Igen. És Peti, akkor a country... Ugyanez a country. Hát igen. Figyelj, szóval ugye a country is egy ilyen nagyon evolúciós muzsika, a népzenéből nőtte ki magát, és ugye nagyon sokfajta szintje és nagyon sokfajta művelője van, és annyira, hogy mondjam, mint egy ilyen gerinc járja be ezt az egész angolszász világot, és hogy hatnak ezek egymásra, oda-vissza. És ugye a country az egy olyasmi, hogy annyi ága boga van, mert hogy mindenfajta muzsikával megpróbált keveredni, jelentős sikerre. Tehát létezik country rock, van country swing, van ugye bluegrass, van ez a nagyon folkos, akkor van ez a singer-songwriter dolog, tehát tulajdonképpen az a csoda benne, hogy aki elkap ez a fajta műfaj, és ugye itt nagyon sok műfajnak a találkozási pontja ez is egy kicsit. Tehát eleve ez az ilyen fingerstyle-os ügylet, ez nagyon sokfajta játékmódra kínál lehetőséget, és én, amit az én tanoncaimnak mindig mondok, és szerintem attól lesz, én azt gondolom, és ez nem csak kanti, hogy attól lesz valaki jó muzsikus, én mindig mindenkit biztatok, bár ugye én sem vagyok egy nagy dalos pacsírta, de kell énekelni. Úgyhogy szerintem az lesz igazán jó zenész, és mindig ugye nekünk itt az alapegységünk az a dal. Tehát egy ilyen dalba szokás itten gondolkozni, és attól lesz ilyen frankó jó érett, ilyen fillén likkeket akkor fog tudni játszani az ember, hogyha tud haladni a dalba. És hogy mindig a dalra kell rezonálni. És hogyha nem is mi éneklünk, ez például akkor muzsikáltunk a Benkó Sanyi szervezte ezt a jazz története, amiből ilyen nagy tévésorozat is készült, ilyen monumentális, most 1000 rész volt, és így földolgoztuk ezt a, ugye mi voltunk a fehér ember, meg ez a country zene ebben, és ennek kapcsán együtt muzsikálhattunk Joe Murányival, Armstrong hajdani klarinétosával, és ugye ez az ő tőle hallottam ezt, hogy azért jó tudni a szöveget, mert a szövegnek a ritmikája is tud neked segíteni, hogy akkor mit, hogy az ember játszik egy fikcsét, vagy egy bréket, egy valamit, akkor ne ugyanolyan bréket játszon el, mint a másik nagyon hasonló nótában, hanem tényleg oda kerüljön, hogy annak ott helye legyen, ahogy belefér, pont abban a nótában játszod azt a... Világos. Amúgy egyébként unásig ragyott valami durskálás, ahogy bent a tonos izét. Ez egy nagyon szép általános megfogalmazás, de mondjuk, hogyha, és majd tőled is, te is gondolkozz ezen, Tobi, de hogyha most itt valakinek, vagy nekem, vagy egymásnak kéne segíteni azzal, hogy mondjuk mitől lesz jó country a country, és akkor meg is mutathatod, hogyha mutathatsz valamit, hogy az attól, hogy így pengeted, attól, hogy így, attól, hogy itt van a pick-up, attól, hogy ide, bármi, ami... Hát igen, ugye nekem, amikor én ezzel elkezdtem úgy komolyabban foglalkozni, mindenféle videók, meg mindenféle okosságok, mert ugye én tanultam az Alexi Gyuritól Győrbe, aztán már később bejárhattam Győrbe, tanultam klasszikus gitárt, és akkor tanultam az Alexi Gyuritól banjozni, meg ilyen fingerstyle, meg egyebek. Csak ugye közben, mikor a 100 fokkal elkezdtem dolgozni, nagyjából majd, hogy nem szinte azzal egy időben, ugye az USA-ban elindult egy totál újfajta voicing ebben a country muzsikálásban. És hát ugye az, amit úgy hívtak, ez a New Country-szerű cucc, és akkor jött ez a Brent Mason nevű fickó, aki egy évben 300 lemezen játszott, és pokoli jó muzsikó, az játszik mindent, tehát ott mindent kell tudni. És ugye és hát ugye akkor még a Mason nem készült ilyen country oktató, de ugye az Albert Lee már nagyon előre járt ezzel a Emmylou Harrisnek a hat bandjében, meg egyebek, és akkor ugye ott próbáltuk, mert nagyon sok ilyen banjo-szerű, meg ilyen steel gitár-szerű. Például a country, csak látom, hogy neked új pengetőid vannak, hogy ez elengedhetetlen egy country. Nem, abszolút. Tehát én láttam nem. Nekem ez őszintén szóval a banjo miatt van. Aha. Tehát mivel elkezdődött az, hogy én a színpadon banjozom is, meg gitározom is, ezért az elején, mikor még nagyon ifjú titán és amatőr voltam, akkor próbálkoztam, hogy leszedem, meg fölrakom. De rájöttem, hogy az nem megy. Aha. Tehát akkor inkább, mert én játszottam körömmel, meg pengető, meg egyébek, de szóval így aztán ez így rajtam maradt. De például a Mason az úgy penget, hogy olyan pengetője van, nekem is van olyan, ami meg barkácsoltam is, tehát hogy erre a hüvelyk újra az ember ilyen nagy. Tehát, mint hogyha egy pillanatragasztóval ráragasztottam egy rendes pengetőt, és akkor ugye így tud vele alternate pickingelni, és akkor ezzel a... Tehát, hogy így
ez amit hibrid pengetésnek nevezünk. Tehát, hogy így mellé penget. Tehát vagy ezt a hibrid pengetést szokás művelni, vagy pedig új pengető, és akkor ez általában ez a két új. Tehát ezek az amerikai stílusok, ezek három újjal zajlanak, nem négyel. Ellentétben az ilyen spanyolos, európai gitár moskolával ellentétesen. És hát igazából az a fajta dolog, ami nekem újdonság volt, és annak idején ilyen nagyon más volt, VHS kazettákat cserégettünk itt egymás között, ilyen oktató, én is vettem Ausztriába is, nagyon drágán vettem, Tony Rice-tól egy nagyon kiváló bluegrass ilyen gitár videót, és akkor az Imének, a Litva Imének volt meg a Steve Trovato, aki ilyen hájó kovács, és ugye csak hogy azért, hogy ugye ez a country muzsikálás, és attól szép, hogy hárfaszerűen szól az összes úr, és ugye akkor G-dur skálát azt úgy játszák ezek. Tehát ilyen... Ilyen vidám, üres húros, és akkor ezeket szeretjük. Jó, hát egyébként nem tudom, én szeretem a country zenét, és nagyon sokan meg tudom, hogy nem szeretik a country zenét, de ott is olyan brutális technikai virtuózitás van már legalábbis az utóbbi időben, amióta én hallgatom, hogy megőrülök, és alapvetően meg a country az nem feltétlenül erről szól, hogy ilyen őrült, nagysebességű, megvalósíthatatlannak tűnő dolgok. Hát azt a Peti azt szétválasztja mindjárt, de nekem így most egy kalap alá teszem. Szóval ami a bluegrassbe folyik, az pont a Laci fia egy időben járt hozzám, a Domi. Ültem magamban roskadva, hogy ott gyakorlatilag bebop szintű rázások, szólók vannak, harmóniasorokra, amikben nincsenek 4-es, 5-ös hangzatok, csak ugyanazok az alapfunkciók vannak. És katasztrófa, és az Albert Lee izén is, mivel a Crossroads-on, amikor a Clapton ott áll szélen, és már így látom rajta, hogy na hát azért... De hogy arra kell, hát 4 akkorda, egy E-dur, A-dur, D-dur, G-dur, hogy ott miféle mondani valóval? És milyen hangok, meg hogy mi? Szóval óriási. Meg vettem is le annak idején, amikor még tanítottam Fehérváron, és hát játszottunk mi is ilyen zenét, és akkor bizonyos tanítványok rá gerjedtek erre, és hoztak, le kellett venni szólókat, és őrült nagy iskola. Hát egybenújtások, üres húrok, bizony, tehát olyan stílusi jegyek vannak, ami máshol legalábbis nem nagyon fordul elő a gitározásban. Meg én nyúlok a countryból is, tehát ez az üres húros, én állandóan, mert szebben szól a gitár. Még egy ászmajort is megfogok. Legyen ott benne, mert ha nincs benne, az más. Még egy deszbe is belerőltetem az 5B-t. Csak azért, hogy ott csillingeljen. És ez ebből az amerikai, szerintem kantizenyéből, tehát hogy olyan szépen szólnak azon a kontinensen ezek a gitárok, és ott is egyébként így átfolyik a dolog egyik stílusból a másikba. Hát még a Pat Metheny-n is hallom azt, hogy egy olyan országban nőtt föl, vagy játszik, ahol szól ez a zene, vagy country, tehát amerikaiak muzsikája, tehát ez. És bocsánat, csak hogy akkor a fusion ugyanezt, hogy szerinted a fusion az mitől lesz jó fusion? A sound, a technika, a gondolkodás, az nem mond, hogy mind egy az egybe, hanem hogy neked, tehát ha meghallgatsz mondjuk egy új előadót, akit nem hallottál, vagy felkapod a füled egy új zenére, akkor mire kapod föl leginkább benne? Hát szerintem mindenképpen a gondolkodás, tehát ha megfog egy hármas hangzatot, vagy egy Ed 9-es ember, egy pop, vagy nem fusion stílusba, akkor a fusion gitáros az biztos, hogy ebbe még belefog legalább egy 6-os. És utána nagy valószínűséggel olyan közeli akkordok felé megy, ahol itt csak közös hangok, de... Tehát ő azt mondja, hogy ezt fogja a szaxofon játszani. Ez alatt a zenekar azt fogja játszani.
vagy mit tudom. És csak végig a G-szóltam. Tehát emiatt, hogy maradsz egy hangon, és elkezded azokat az akkordokat játszani, amiket szoktál, és van olyan hang, ami nincs benne, amit szoktál, de egyébként ott van. Igen. Tehát a 7-ben benne van, ugye 7 plusz 5-ös a zongorán gyönyörűen látszik, tehát van 5 fekete és 7 fehér. A Davis is, mikor a szóvátot írta, ezért borult ki, tehát, hogy még mindig 7 fehér van és 5 fekete. Ez egy zseniális, kár, hogy nincs egy billentyűs hangszám, mert nekem van egy ilyen szolgáltatás, ami a szóvátra bármit, bármikor tudok zongorázni. Ugyanis a két árész, illetve a harmadik a végén, az csak D dorskála, tehát fehér billentyű, és egy félel emelkedik ott, meg a fekete billentyű, mint lápentet. És bármit fogsz, érted? Jó, minden jó. Próbáljátok. Okay. Csak az AAB-át kell betartani. Oké. Okay. Ez az egyik legnehezebb kérdés, de hogy szerinted mi most a létjogosultsága, meg a jelene, meg a jövőnek, mondjuk a country zenének most Magyarországon? Figyelj, ez van, hogy szóval nagyon, tehát ez a country muzsika, ez egy olyan, hogy elég érdekes ezt így műfajilag definiálni, és hát ez mindenképpen kiírthatatlan, meg ez is egy, ugye van ez a mondás, hogy ki kuzinoszt, én döntöm el, hogy majdhogy nem azt mondom, hogy mi country muzsika, én döntöm el, de nem, nyilván nem teljesen így van, de hát nagyon, nagyon sok műfaj belefér ebbe. És hogy aktualizáljam a kérdésedet, vagy az erre adott választ, azt tudom mondani, hogy én mondjuk mindig optimista vagyok, optimistán próbálok tekinteni a világba, és épp tegnap voltam egy remek koncerten, ahol hallottam egy nemrég Nashville-ből hazatért fiatalembert muzsikálni a zenekarával, és meg kell, hogy embertelenül jó volt ott a belvárosi fesztiválon az Áron András muzsikát, és éppen erről, éppen összefuttattam Bruce Lewis-zal, a Kentucky-ból származó muzsikussal, aki jó darabig élt itt Budapesten, és megint hazalátogatott, és pont ezt dumáltuk, hogy azért milyen jó dolog, hogy itt van egy ilyen nagy rendezvény, egy ilyen nagy színpad, és akkor ilyen zene szól. És vannak fiatalok, akiket te látod, hogy itt Magyarországon, mondjuk, hogy utánpótlás van, érdeklődnek az ugye, mivel ugye én is tanítok itt, mivel ugye hol van buli, hol nincs, hol egyre kevesebb, hol ez, hol az, és ugye én eléggé beleszálltam ebbe a tanításba, és ebből ugye mindig szokás, régen minden jobb volt, meg a mai fiatalok ilyenek, meg olyanok, mondjuk én szerencsés ember vagyok, mert én, hogy mondjam, én kreatív, tevékeny, valamit tenni akaró fiatalokkal találkozom, akik tanulni akarnak gitározni maguktól. Igen, ez fontos. Maguktól. Nem ostorral hagyják oda őket, hanem jönnek is. És nyilván olyanok még hatványozottabban megtalálnak, akik például ezen a furcsa banjo nevű hangszeren akarnak játszani. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy ennek van a jövője, de hogyha most itt a lehet ilyen hülyeséget, már nemzetközi trendek, meg mit tudom én, tehát én látom azt, hogy vannak nagyon jó produkció. Arra nem is beszélve, hogy szerintem az elmúlt évek legjobb country dalait a Queen Bee írta. Mm-hmm. Oké. Okay. Elhiszem. Abszolút. Akármelyik azonnal bluegrass-dal. Sőt, egyikben hegedülnek is, még amerikai autó is van. Egy szerpentine. De hát igen, ezt játszottam. Hát egy forrás. Hát amiben a fiam, amiben gitár, ami gitár alapú négynegyed és tuntaka. Az. Igen, tágértelemben mindenképpen. Tehát van. Jelenleg az éneklés, még nem feledkezzünk meg, már mondtad, de azért ez egy vokális műfaj. Tehát az felháborító, hogy kint egy kocsmában, 3-4 szólamban vannak berúgva az emberek, azt mondjuk, ezt nem teljesen értem, mert nálunk is 3-4 szólam van, csak ez semmilyen elméleti rendszerben nem. Én hallottam közeledni egy társaságot, mert kint laktam a Pezsesi utcánál, és mint a Márminánunk babám. Van a izé, van a rajcsávó, aki jól tolja. Igen. Van egy mellette, aki szintén raj, de nem tolja jól, de üvöltő is. Ettől nagyon érdekes lesz időnként a dolog. Akkor van a leszakadó vonal, akik megállnak egy bokornál, tudod, egy kis pisi vagy valami, onnan tolják, de ott már a ritmus a stímmel, meg a szöveget nem tudom. A negyedik az már csak dűnyög. Amíg jön a refrén, akkor ott fölemeli, vagy az ismert sor, vagy a bemondás. Akkor... Na mindegy, szóval
Igen. És a bármilyen államban már mezt nyomtál? Hát, vagy valami egyedül. Szórakozó fiatalok voltak az utcán. Jó, mert én megmondom, hogy ennek is lehet örülni, hogy egyáltalán már mi nálunk babámat nyomják. Vagy... Nem, az akkor még így volt a 90-es években. Ja, akkor még mindig ezt nyomják. Bocsánat. Mert ez a jájék, kókó, csámbó, tudod, szóval. És Tomi, a Fusion ugyanez. Hogy látod a helyzetét most? Azért... Na minden, majd utána elmondom én is, amit gondolom. Hát én jól látom. Én azért nem csinálok Fusion lemezt, egyrészt a kiadóm erőlteti, és ezt eleve nem csinálok, amit erőltetem. Azt hadd döntsem el, hogy mit csinálok. Meg hát csinálják. Aha. Szóval itt több kollega, mind a magát, a jelenlétet, a gitározást a produkciókban, ahol ők vannak is, de saját lemezeket csinálnak. Aha. A Peta, az Ádám, igen, a Gotthard Misi, nem tudom én, és még biztos, ja, még a Szumperákos zenekarát hallottam ott, a Tőkés Peti gitározik, az is, hogy szóval. És, yeah. Yeah. Tehát, hogy vannak művelői ennek, és ezek nem ilyen lerottyant vén emberek, mint én vagyok, hanem 10-20-30 éve fiatalabb srácok, akiknek ez a... Meg hát játszik itt éppen azt hiszem a... Elmúlt két vagy három hónapban mindenki járt itt, igen, ebben a témakörben. Igen. A Scott Henderson például a BJC-ben. Két hónap korábban én is játszottam. Ennyi. Utózenekarod volt a Scott Henderson. Ja. Na, szóval meg volt a Mike Stern a Ram Colosseumban. Fiam aláírta a gitárját. Oh, yeah. Most már nem fogja eladni, mert rá van írva, hogy Mike Stern. Szerintem... Jó helyzete van. Tehát jó kezekben van a muzsika. És eleve a fiatalok most már ezt játsszák. Tehát régen volt még ez, hogy a jazzből jött valaki át, vagy nem tudom, a rockból ment arra felé. Most már létezik ez. Igen, 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 igen. És annak megvannak a szabályai. Ja. Mondjuk magam részéről, mivel egész életemben abban csesztettek a pop szakmában, hogy túl jazzes vagyok, a rockoroknak túl izé, tehát én például az 50. szülinapomra a 3 CD, amit sikerült kiadatni a Hunia Records-al, ott a 3. lemeznek, mert Mohain-ra változtattam akkoriban a brandet. Igen. Aztán túl sok közel-keleti meg izé írt a Facebookon, és akkor egy gét hozzá, most már Mohain, de egy kicsit angol szóval. Vissza a gyökerekhez, de hogy Mohain Fusion volt a 3. lemez, és arra olyan jelenteket tettem rá, amiket állandóan, tehát vagy az, vagy olyan faxni szám, amire mindig azt mondták, hogy de hát ez olyan Fusion. Jó, hát akkor tessék. Okay. De mondjuk én egy ilyen széles sávú, igen, abszolút, csávú vagyok, igazából semmit nem tudok játszani, csak szeretem ezeket a stílusokat, és ez az ötvözet lényege, hogy sok semmi sokra. És hát még itt a vége játék előtt még egy-két kérdésem maradt. A gitárokat azért mutassuk be, bár azért annyira nem extrém különlegesek, de ezen például van azért egy olyan dolog, ami nem megszokott. Igen, ez egy abszolút standard Mexikóban készült Telecaster, semmi különös nincs rajta, leszámítva ezt a cuccot. Várjál, ezt lehet, hogy már én elkezdem itt is venni, hogy minél több helyről meg legyen örökítve. Ez itt egy úgynevezett Hipshot B-Bender. A Hipshot az a márka, aha, az a cég, aki csinálja. A B-Bender az ugye meg azt jelenti, hogy ez, hogy mi H-húrnak mondjuk, de valójában B-húr, hát ugye angolul B, és ugye ezt tudja ez nyújtogatni. És ugye látszik, hogy itt át van forva a cucc, itt van egy ilyen kis műanyag csőbe megy be a húr, és itt jön ki, és itt van a vége. És akkor ezzel a kis csavarkával lehet ezt hangolni. Ugye legalább ki. Akkor yes, be lehet állítani, hogy ez akkor szépen C-sharpra ilyen gyönyörű szépségesen. És ugye ennek az első változatát az isteni Clarence White, aki valami csuda muzsikus volt, remekül bluegrass gitározott, meg ugye ő volt a Kentucky Corners zenekar, Clarence White ifjan, tesójával Roland White mandolinozott, és aztán Clarence White elment a Birds zenekarba telekaszterezni súlyosan, és akkor
hát elirigyelte valahogy ezt, mert a banjo-ra is volt ez a tajon-tajon, ezek a Scruggs meg Keith által kifejlesztett ilyen tunerek, és így ő is akar ilyet. És akkor hát ottan megkerestek egy ilyen helyi embert, és akkor ez a Persons White, az az a fajta, amit a Fender gyártott is, ami itt ki van marva. Tehát igen, az igen. Úgy csinálják, hogy erre a heveder tartó gombra van rátéve, és itt jön ki. Ugye ez annyival volt számomra barátibb, hogy ezt csak így rá kell szerelni ide. Aha. És akkor ezt ki kell fúrni. Ez egy másik funkció rajta. Na, ezt akartam mondani, hogy van funkció, még egy. Ez pedig egy ilyen drop D ügy. Tehát ez meg azt tudja, hogy most egy kicsit hamiskás, mert új a húr még, ez még itt szokja magát. Ezt lecseréltem pont emiatt, meg nincs nagy szószom. És akkor elvileg ez egy ilyen drop D-t tud, és akkor a színpadon, és ha jó be van lőve, akkor nem is hangolódik el, de most elhangolódik. Szóval ennek az a titka, hogy instant drop D. Instant drop D. Ezt még meg tudod mutatni, hogy igen, hogy használod gyakorlatban? Jó? Okay. Így fölállás lesz, vigyázz, mert itt a kábel itt azért van, igen, és aha. Akkor ugye az az. És akkor na, itt ugye itt az embernek a csípője húzza ezt a cuccot. Aha. Tehát ez az a kis kalantyú, és akkor ez azért is jó, mert a színpadi mozgást is, tehát ilyen show elem vagy. Ez zseniális. Félelmetes. Nagyon. Óriási. És olyan szép, finoman lehet vele. Meg vagy olyat is lehet, hogy ezt titokba föltolom. És akkor ezt lefele engedem, ezt meg a bending, ilyen aha. Keresztbe. Ez és egészen ilyen steel gitáros. Igen. Ja. Úgyhogy ilyen. Óriási. És amikor nem volt ilyenünk, akkor ugye persze szenvedtem meg. Hogy én is hallottam ezeket, és azt hittem, hogy ilyen erős keze van az embernek. Okay. De egyébként létezik ebből a mostani kantristák királya, Brad Paisley nevű figura. Igen. Ő neki már a G-húron van. Aha. És a gyártójata, csak azt nem mertem megvenni, gyártójata a hipshot, amin a tenyereddel is van még egy ilyen gomb. Jézusom. És azzal a G-húrt tudod. Ez már annyira sok információ. Hát, jó, de egyébként buli, tehát jó. Van, aki a G-benderre esküszik, tehát aha. Vannak sokan, akik a G-bender tolják, és akkor G-úron nyújtogatnak. De nagyon van egy nagyon így. Remek zenekar, a Diamond Rio, mindenkinek ajánlom, és még a kinti menedzserünk volt, hogy kedves egyszer sikerült elintézni egy ilyen meet and greet-et, uh-huh. És akkor dumálgattunk ezzel a Diamond Rios társasággal, és ott egy igen nagyon kiváló gitáros van, aki embertelenül banjozik is, és hát kifaggattam erről a gitárügyletről, és ugye ott szembesültem azzal, amivel eddig nem is gondoltam, mert mindegy, messziről olyan Fender Telecasternek néz ki az összes, és ugye ott is már ez a custom történet, egy Glazer, egy Matt Glazer nevű pasi csinálta neki a gityót, és hát abba az három húrt tudott nyújtogatni. Anyám. Tehát, hogy volt neki ez a hevederes, igen. Akkor volt egy ilyen csípős, meg volt egy olyan, ami egy ilyen, ide kellett beakasztani valamit, és akkor így csináltak, az meg a harmadik húrt. És akkor ez is... Kegyetlen. Tomi, te gitárod, én már ismerem ezt a hangszert, én nagyon szeretem ezt a gitárodat, de azért csak mondjuk el, hogy mi. Volt egy... 80-as évek kint a Knopfler, itthon a Tibusz elkezdtek éles gitárszandokat használni, és akkor rájöttem, hogy én Fendert akarok. Iban az artist volt 10 évig, mindent azon csináltam, játszottam, de bejött a képbe úgy a fél időben, 87 körül egy-két nótában baromira kellett. És akkor vettem kéz alól egy Squire Fender Stratocastert, még a nagyfejes. És aztán, amikor a Bauer Sound indult Fehérváron, akkor becseréltem ezt a gitárt egy az egybe, szörcsőrén. Arra. Ami akkor többek szerint hiba volt,
most viszont már ez is egy 30 éves hangszer. Meg hát ennek, szóval én azt nagyon bírom, hogy tehát ez bármiféle rángatás. Aha. Én ezt inkább effektnek használom, igen, tehát rendőrség nótákban játszom, és akkor... És akkor benyúlok a sor végén, mit tudom. Kész. De az csodálkozva, vagy tehát mi ez, csodával nézem, ahogy ezt így emberek konkrétumokra használják, tehát az artspirito nekem. De azt nagyon bírom, hogy nem hangolódik el. Ez végül is marha érdekes, mert négy gitárom közül ez a stato, az, amit ha berakok a tókba és kiveszem 2 nap múlva, akkor sem. Maximum, hogyha a koncert végén volt valami színpadi feltrengés, akkor az E1-es húr radikálisan lejjebb van. Ezt visszahúzom és tiszta gitár. Tehát sokkal többet szenvedek. De hát ebben ugye benne van ez a... Satus. Itt görgős. Na, igen. Tehát szabad játéka van. Yeah, tehát amikor egy klasszikus stratót fölveszek, és rámutatok egy ibanezen, és azt megnyektetem, akkor egybe hangolni kell. Yeah. Szóval igazából tudom, hogy az a sound, meg az eredeti, de sok vele a gond. És én ezt azért bírom, mert ez oda-vissza be van állítva. Mondjuk erre csak 11-es, én 11-es húrokat szeretek. Amit egyébként ezen a gitáron nem 11-es, hanem 10-es érzésben, mert annyira aktív ez hátul. Tehát úgy van beállítva, hogy mert 11-es teszek föl a többire, akkor, és rendesen hangolom, akkor ott gond, tehát ott lelustul a jatt. Bár én a harmóniák miatt, meg a hangzás miatt nem szeretem a túl vékony húrt, mert hamis. Tehát olyan akkordokat sikerül néha megfogni, amiket nem lehet, ha nincs a húrnak tartása, akkor elmászik. Hát akkor ezzel gondban leszel. Meg nekem, ami még zavar, de hát ez egy ilyen egyéni szósz probléma, hogy nekem a 11-es E1-es húrnál szűnik meg az a cicergés, ami idegesít a gitár. Bocs, tehát ez egy ilyen... Aha. Tehát a többi már jó, imádom az ADG-t, már a H is jó, 10-esnél, de az E1-es, amikor 10-es, vagy nem tudom én, akkor olyan kis vékonyka. Kis béna, többi között. Igen, nincs akkora izéja. És, hát most már a régi számokat nem tudom, annyira sem elénekelni, mint régen, tehát most nagy szekunddal leviszem az artistot is, a Fácia Negrát is, és úgy van a 11-es húrok fönt. Hát ahhoz 54-re végződő azért az is, hogy az mondjuk az, ott egy nota drop D-re leugrik a DC-re, azért az ott van. Igen. Ilyen szempontból meg a metaltól hozom ezt, mert baromira tetszik, amikor a bassgitáron van overdrive, vagy a gitáron. Tehát hogy olyan alja van az egésznek, hogy azt is szeretem. Tehát így összelopkodja az ember. Legyen fényes, legyen üres, húros izé, és az alja meg legyen ott. És... De ezt nagyon bírom a vékony húrozás, majd kíváncsi vagyok, hogy mire megyek vele. Szólóra sokkal. Hát én meg hangolgatok, tehát nekünk ugye az van, hogy a főhős nóták között mindig mesél valamit a közönségnek, és addig én gyorsan a károkat enyhítem, és hangolok. Igen. De hát, mint banjós, tudod, ezt mindig simfelnek minket teljes joggal, hogy ugye mindig hangolunk, és egy hamis hangszerre játszunk banjóilag, amiben van kis igazság, bár általában a lantosokra is ezt mondják, de hát én mindig hangolgatok. De én is nagyon, mert én nagyon sokáig nem játszottam elektromos gitáron egyáltalán. Tehát én nagyon-nagyon sokáig jó darabig akusztikus gitároltam csak, meg banjóztam csak. És akkor ez a Ricky Skaggs meg én Albert Lee vonal jött nekem ahhoz, és akkor kezdtem egyáltalán egyből telekaszterezni. Ja, úgyhogy, és ugye pont emiatt, amikor még nem volt ez a, néha, amikor mióta van ez a benderem, akkor hogyha olyanom van, akkor van, hogy én is keményebbet rakok fel. Akkor nem, tehát azért ez sokat segít.
Hát persze, ez igen. És még mielőtt itt belemegyünk már tényleg a végjátékba, még csak annyit, hogy ha valaki szeretne countryt hallgatni, vagy fusiont hallgatni, akkor hova menjen és mikor? Ja, hogy ja, ez ilyen, hogy hol fogunk? Hát ugye, igen. Hú, most így nyikválunk csak, hát te... Gondolkozom, hogy mikor, most nem tudom így 100 fokkal, hogy mikor fogunk, ami elég gáz. Utána kéne járnom magamba, most így nem tudom. Tessék, azt mondom, hogy tessék figyelni azt, és bekövetni a 100 fokat, hát ez az Facebook oldalán. Ott biztos, hogy fönn van. Most voltunk Debrecen, most nem tudom, hova menjünk legközelebb, mert menjünk a Benkő Balázshoz, muzsikálni az tuti, meg leszünk majd Szombathelyen, az is egész biztos. Meg aztán, hogy promózzam itt magamat, és egy kicsit aljasul, bár ott inkább a fingerstyle muzsika rejtelmei, de már régen csináltam ilyet, valamikor régen játszottam így egy szál magamba. Még katonakoromban is előfordult ez, hogy így ilyen egyszál akusztik fingerstyle gitár, és ugye volt itt nálad Tom. Igen. Lesz majd a Fűvészkertben egy ilyen akusztik gitárfesztivál. Bizony. Azon is hosszú-hosszú idő után veszem a bátorságot, már izúrok és gyakorolok, mint az állat, és ott ilyen valami ilyen fingerstyle ügyeket fogok elővezetni. És fusion muzsika, vagy a te megjelenésed az hol? Lesz mostanában, ahova érdemes lenne elmenni. Egyébként mindenhova érdemes elmenni, bárhol is. Jó lesz a június, most lesz egy olyan hét, amikor azt hiszem 5 koncert. Én már nem tudom mióta nem volt. Lesz 2 húristen, ami 3 gitáros kollégával. Hát mondjuk el azért őket is nyilván, de... Lukács Peta, Pulius Tibi, Nagy Ádám, és jó magam, Balassa György jazzgitár. Illetve a Kis G. Laci és a Csányi Zoli a ritmus. Velük játszunk a Harley Davidson klubházban majd 22-én, 21-én a Tiszavirágon, Szolnokon, a Tiszavirág Fesztiválon. Aztán játszom, vendég vagyok a Noblamában, meg a Strauss Esther Quintetben. Most volt Digital, ott kvázi egyfajta fusion gitározás volt itt a Mixádban, a szomszédban, illetve a saját bandámmal majd júliusban játszunk. Hát, hogyha nagyképű akarok lenni, akkor én mindig fusiont játszom, tehát a bluest is fusion játszom, tehát nem felelek meg a nagyfőnöknek a kritériumának, hogy bluesban ne azon transzpozzál, mert az olyan izé. Én oda hallok hangokat, amiket tudom, hogy nem játszik a BB King, de én már hallom, meg olyanokat hallgattam, akik szintén oda játsszák. És hát mindenben minden, tehát illetve így tudok játszani, szóval ennyi. Kérekem. Így van. Hát akkor jöjjön a nagy pillanat. Jöjjön! Akkor essünk. Gitár, hát. Csere. Ja, igen. Jaj, bocsánat. Tessék, akkor helyet is cseréljünk, akkor tehát nem, switch, nem, szerintem, vagy elér a kábelek, jó? Úgy a kábelek. Itt vár, szuper. Én nem használnám ezt. Kézzel nem lehet. Ahogy akarod, megpróbálhatod, de hogy nem, hogy ne hát lehet. Hát azért jó lenne, minden hogy aki van, ja, értem. Hát a kezeddel már is lehet, persze. Na várj, még mielőtt, mindenki várjon egy pillanatot, mert most az lesz, hogy akkor mind a ketten elkezdtek prüncögni. Először csak... de hogy akkor annak nem lesz vége soha. A rutin beszél. Igen. Oké, Tomi, akkor kezd te, mert hát nagyon belemelegedtél, hogy mi a vélemény? Szoktál egyébként ilyen sima telén játszani, vagy erről a húrról, vagy... Nekem volt telém. Abszolút. Volt elém, csak odaadtam a fiamnak 10. szülinapjára, mert én 30 évig gyötörtem, és már keveset játszottam rajta. És ő nagyobb örömét leli jobban benne, és nem kell nekem annyi gitár. Tehát akkor nem újdonság a terem, de mondjuk, és ezen hányos húrok vannak amúgy? 9. 9-es. Hát igen. Hibrid, az alja kicsit kemény. Elvileg szólnia kéne most ennek? Igen. Nem tudom, miért nem szól. Jó. Már, még nem countryval kezdünk. Az lenne a feladatod, hogyha már így belemelegedtél, hogy neked kéne ezen bármi fusionös
dolgot játszani. És én örülnék neki, hogyha használnád ezt a G-bendert, hogy legalább próbáld ki. Várj, mert ezt is videóra szeretném venni. Nem működik. Nem tudok, gyerekek, béna vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Egy húra korlátozódik? Egy, igen. Jó, hogy a hán kellett. Csak a hán, csak is a hán. Semmi más, csak a hán. Only hán. Akkor még egyszer. Milyen érzés volt? Nagyon jó. Nagyon jó. Szép gitár, jó gitár. Szeretem. Ja. Kéne és tartanom egy vékonyabb húrozású gitárt. Ugyanez a feladat, hogy neked kellene country-t játszolod okay. Most ezzel a gitárral. Ugyanezzel a beállított hangszínnel. Állítgatom itt egy kicsit. Valamikor régen volt nekem ilyen stratószerű hangszer, amit használtam. Sajnos nincsen ilyenem, de... Igen, nekem ilyen akusztikus gitárfélinget. Kísérelek? Most kéne az pont. Ja, igen. Zseniális. Hogy tetszik a hangszer? Tök jó. Nagyon. Vastag húr az nem volt? Hát, talán nyilván ugye vannak olyan figurák, amiket nem csinálnék. Tehát a Jerry Donahue-nak van olyan figurá, hogy összecsipi így egy ujjal. Kis lesérülés veszünk. Na. Igen. Nagyon durvédek, igen. Hát ugye még a B-bender előtti időkben ezek ilyen... Igen, az abszolút, igen. Tehát igen. Ezek a... Ez egy jó G-nyújtó, akinek van. Ja, igen, szóval ez...
azért ez úgy kemény. Hát igen. Visszacserélőjük most a gitárt. Oké. Igen, kábel elől. Kábel megvan. Te vagy elől, én vagyok hátul, azaz. Oké. És hát az utolsó két feladathoz érkeztünk, amikor az egyikötök kísér a saját más műfajában, a másik pedig szólózik rá a saját műfajában, és ezt ugye meg is cseréljük értelemszerűen. Melyik őtök szeretné kezdeni a kísérletet? Mondjuk én. Oké, tehát itt lesz a country kísérlet, neked pedig fusiont kéne játszani rá, szólózni. Beszéltek össze egy hangnemet akár, hogyha kell. Vagy egy kört, valamit. Igen, hát jó, nézzük mutasd. Össze nyugodtan. Mondjuk abszolút. Tessék, G-dur. Vagy mi, valami mutára, vagy csak az évet, 1-4-5. A leglogikusabb, ugye a country muzsika az mindig sztorit mesél, és ugye a sztori meséléses country daloknak a 90%-a mind ugyanarra a körre megy, ami hót egyszerű, ami Jack White, Hotel Yorba, meg Johnny Cash, Boy Name Sue, G, C, D, G, de. És hát forduljon meg akkor, Jézus neked Mária. Kellene valami fusion-ös harmónia menetet itt hirtelen. De valami nagyon egyszerű. Jó. És neked pedig country-s ízvilága. Hát akkor legyen ugyanez a menet, csak legyen, hogy 1-4-1-5. És erre kell country-s ízét, ha? A tempo jó? Nekem mindegy, amiben jól lesik, vagy amit a fusion a fusion kíván. És akkor majd próbálok ráhangolódni. Thank you.
tessék, Fúzió Country. Yeah. Királyság. Cool. Hát, Tomi, Peti, imádtam. Tom Peti. Tessék! Már nem, névesen kell gondolkodni, kész az új dúó. Zseniális volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Remélem, hogy köszönjük, jól éreztétek. A meghívást. Isten volt. Köszönjük. Imádtam veletek beszélgetni, imádtam hallani a játszotok. Én imádom mind a két műfajt, és mindenki csak biztatítólok arra, hogy hallgassatok countryt is, meg hallgassatok fusion, meg mindenféle zenét hallgatni kell, mert mindegyik csak hozzánk ad, és ennek tükrében köszönjünk el mindenkitől. Köszi szépen, hogyha itt voltatok. Köszönjük. Köszi szépen, ha megnéztétek, menjetek Tomira, Petire, mindenkire, folytatódik ez a műsor is. Köszönjük, hogyha feliratkoztok, köszönjük, hogyha támogattok. Jövök legközelebb is. Csőzzetek! Yeah.